Sziasztok, kedves barátaim! Szokás szerint havonta egy videót készítsünk az Ayurvédáról. Ma beszéljük a fogainkról. Először beszéljünk meg, hogy mitől károsodnak a fogaink, mitől lesz lukas vagy szuvasodás a fogunkon. Ahogy én tanultam, hogy ez a baktériumok. Az embernek a szervezete fel van ruházva többféle biztonsági rendszerrel, ami megvédi betegségektől, a fogkárosodástól és így tovább. De valamikor a baktériumok erősebb, mint az embernek a védő rendszere, és meg tudnak támadni a fogainkat, mint például, hogyha sok cukrot eszünk, a cukortól erősek lesznek a baktériumok, és tudnak meg kilukasztani és rontani a fogainkat, a szuvasodást és így tovább, és a többit okozni. Akkor mit kell csináljunk? Kevesebb cukrot együnk, és lehet helyettesíteni cukrot. Egy példát mondom, hogy a repcemész például olyan jól és egészséges, hogy nem táplálja a baktériumokat, és ugyanakkor még azok, akik cukorbetegek, ők is ehetnek repcemézet, és ez nem fog emelni a cukorvérszintet. A második, ez a kurkuma. Érdemes reggelente inni kurkumás vizet. Aki szeretne tudni, hogy kell ezt csinálni, ez erről már beszéltem, és meg lehet nézni egyik videónkat erről. Amúgy, hogyha ember kurkumát használja a étkezésbe, fűszerként, és minden több kurkumát eszik, ez nagyon jól erősíti az immunrendszert, az emisztést, a fogóinkat megvédi. Erről többféle kísérletet is csinálták, és nagyon jó eredmények vannak, ezért Ayurvéda és a tudomány egyaránt ezt ajánlanak. A következő, ami nagyon jó, ez ömlíteni szájunkat olajjal. Erről is találhatjátok videót, hogyha ember olajjal ömlíti reggelente a szájunk száját 10 percen keresztül, akkor ez nagyon jó erősíti a fogóinkat, az innyeket, és méregteleníti a szervezetet. Azt is fontos, hogy milyen fogkrémet használunk, mert hogyha van vegyszerek fogkrémbe, az gyengíti embernek a szervezetét, gyengíti az immunrendszert, ezért minél kevesebb vegyszer van, annál hasznosabb a fogkrém. Most már nagyon sok ilyen lehet találni. Vannak olyan fogkrémek, amelyekben van mustárpaszta például, az nagyon jó. Van ajurvédikus fogkrémek, a nímt, és így tovább, és így tovább. Ez is fontos, hogy ezt használjunk. Köszönöm szépen, lájkoljatok a videót, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy kapjátok időben új videókat. Mindenkinek ragyogó, vidám, fehér mosolyt kívánok. Köszönöm szépen, Hare Krishna!